Csigir néz Kis Gergellyel parta szemet, de hiába. Kis Gergő lövi a második 5 méteresből. A németek ellen kihagyott egyet a csoportban. Most ő állt oda első válogatottban, ezzel a legeredményesebb. Öllerrel karöltve. Savic bejebb húzódik egy kicsit. Police. A kapufán egy emberelőnyt is szállít a magyar csapatnak. A kiállított játékosnál Roská. Emberfor tehát. Kis Gergely. Varga Dénes. Egy oldalvált ember Hosnyánszkira, aki pontosan fejezi be a magyar akciót. Hát teszi a másik oldalra. Már Kéven, Police, kapufa. Mintha a labda van előtte. Ment középen Kis Gábornak nincsen könnyű dolga. Szép labda, de gyönyörű. Vezet a magyar válogatott. Ennyit a csoport forgatókönyvről. Ráadásul ez egy szemedgyönyörködtető találat. Maradtunk, el kell végezni. Ez lövőhelyzet. Varga Dani kiteszi a szélre. Danikám, hát miért nem lövöd el? Gól! Leúszó magyar játékosok közül, de nem. Egy kontra, és így ott maradtunk ketten, aztán végül is kapusának tartják, de figyeljünk közben, mert Police húzódik beljebb, és ő remek lövő. Hát ez az ejtés volt eddig a azért nyújtózkodnia kellett. És még 18 másodpercig emberelőnyben játszhatunk. Ez a második előnyünk, és a második meg a lassítást, íme a passz, Dani pedig megelőzi a védőt. Szépen se kerül sor, hanem várhatóan tétmérkőzések sorozatára. Hosnyánszki ellen ítélnek benn, de Kis Gergely! Hamarosan meg kell mondani, hogy nem lehet felfedezni semmiféle tendenciát a játékvezetésben. Tehát homlok egyenes ellenkező bíráskodásokat lehet látni. Van olyan mérkőzés, akár világbajnoki elődöntő, ahol 13-15 kiállítás van összesen, miközben a másik mérkőzésen 30 fölött van a kiállítások száma, és ennél is több a kontra. És nem is az a baj, hogy mi nézők nem tudunk alkalmazkodni ehhez, hanem képzeljék egy kicsit a játékosok helyébe magukat, hogy ők vajon mit tegyenek. Például teszem az Kis Gábcsen, mennyivel több a kiállítás, és mennyivel több a kontra. Ráadásul ugye a mérkőzések vége felé a bírók egy kicsit megpróbálják az arányokat kockázatikázni, és ebből ugye kisülhet olyasmi is, mint például a horvát-szerb elődöntőn, ahol az elején a szerbek több ítéletet kaptak, aztán a végén a horvátok kaptak több ítéletet. Meccsen Kis Gábor, egy kiállítás, labda nélkül a kiállítás, tehát Kis Gábor el... Tehát Kis Gábor a gólja mellett azért más szerbek ellen, és nagyon jól teljesített. Húzódott be a kapuba, egy gólt lőttek belőle, szép. Margaras, szívós, szép, belőtte a zavar. Jó lövés volt, 7-1. Játékos Gornagy Miklós. Ha kettős hátrányt egynek számítjuk, akkor ez a 8. német ember előnyös lehetőség. Gól. Gólt lő a német válogatott, talált Gergely kapujába. Azzal akkor 2-1 volt az állás azóta. Madaras háttér megy, a kapus viszont ezzel párhuzamosan kijebb jön. Így van, Madaras Norbert góljával 8-2-re vezet magyarok. Madarasnak itt a világbajnokságon ez a 9. gólja. Négyen is szerepeltek 8 találattal a mérkőzés előtt. Madaras Norbert, Varga, Dénes, Kis Gergely. Aztán vagy bejön, vagy nem. Minden esetre most 5 métereshez jut a német válogatott. Beleér pedig Nagy Viktor, de majd, hogy nem kizárólag ő lövi a nép. Varga Dénes kiállítása okán. Makében lent a szélen. Megpróbálja betenni a falba. Nincs megjátszható ember. Police. Savicsnak fordítja tovább. Hosszú oldalra szépen ellőtte. Blokkolhatott volna.
Na nézzük, ember hátrányban vagyunk, Makében teszi vissza, Police átteszi a másik oldalra, Savic szépen lövi ki a rövid felsőt. Ügyesen lő, számítva még egyszer visszakapja a labdát, és nagyon nincs előtte senki. Nem volt ért. Négyet lőtt a világbajnokságon, négy volt büntetőből most. Lőheti az ötödiket, lövi is. 9-6, és még azért van 25 másodperc. Lehetek, megszerzik a labdát, ez lesz a vége. Nagy Viktor úszik ki. A magyar férfi vízilabda válogatott 5. Rómában, a világbajnokságon, a 13. VB-n. Kicsit úgy érzem, hogy nagyobb tervekkel érkeztünk, de összehozott bennünket. Most nem